Ez a videó a tavalyi leszfesztet idézi. Idén is fergeteges hangulat várható, hiszen gyönyörű környezet, 7 fesztivál helyszín és több mint 100 zenei produkció várja a július 6-a és 8-a között a kikapcsolódni vágyó zeneszeretőket. A rendezvény hivatalos sajtótájékoztatóján kiemelték, a Kisvárdai Fesztivált már országos szinten is jegyzik. 107 zenei előadás lesz, de ezen kívül cirkuszi artisták, tűzsonglőrök, akrobaták, kötéltáncosok is lesznek a fesztiválon, tehát azt gondolom, hogy a zene mellett is nagyon színes lesz az idejévi leszfeszt. A fesztivál igazgató hozzátette, a legnevesebb hazai és külföldi előadók kavalkádja várható Kisvárdán. A teljes magyar headliner produkciók részt vesznek majd a fesztiválon, de ezen kívül Emir Kusturica, aki a Macskajaj filmzenéjét készítette, és ez, én úgy gondolom, óriási bulit fog csinálni szombaton, de mellette csütörtökön Sander van Doorn is fel fog lépni, egy holland DJ, aki a Tomorrowland-en is rezidens. De emellett nagyon sok érdekes kisebb produkció lesz, a Carbon Fools-tól kezdve a Bieber-zen át, a Nagy Feróig és az Oceánig. A rendezvény hivatalos sajtótájékoztatóján elhangzott, mintegy 30 ezer embert várnak a fesztiválra. Idén először sikerült önálló himnuszt írunk a fesztiválnak, amelyet Sterminszky Károllyal közösen hoztunk létre. Egy nagyon tehetséges fiatal énekes srác, aki egy magyar tehetségkutatóból már ismert lehet. Ő a Bihar Roland, ő lett az énekesünk. Megpróbáltuk a szöveget úgy megírni, hogy igazából több fronton megállja a helyét, tehát akár önállóan is, illetve magának a fesztiválnak azt visszaadni, azt a színkavalkárot, azt a sokszínűséget, vagy akár azt a zenei világot, amit mi majd képviselni fogunk itt a fesztiválon. A térség legnagyobb zenei rendezvénye július 6-án kezdődik Kisvárdán.